Köszöntöm nézőinket! A Jászsági térségi tévé választási műsorát látják. Televíziónk az országgyűlési választásokat megelőzően minden nyilvántartásba vett jelölt számára felajánlotta, hogy azonos feltételek mellett mutassa be elképzeléseit, programját a választók számára. Mai vendégünk az Egységben Magyarország Pártszövetség programját az MSZP társelnökével közösen mutatja be maximum 20 perces időkeretben. Dr. Kertész Otto állatorvos családjával Jászberényben él. A városban járt iskolába is, itt vesz részt a közösség életében. A képviselőjelöltséget azért vállalta, mert segíteni akar a térségben élő embereknek. Mint mondja, olyan Jászságban szeretne élni, ahol az egymás iránti törődés, és nem a közömbösség, a megértés és nem a gyűlölködés, a tisztes megélhetés és nem az elszegényedés a többség sorsa. Úgy véli, hogy az elmúlt 12 évben rossz irányba alakult az életünk. Sok a társadalmi igazságtalanság, nagy a feszültség az emberek között. Szerinte változásra van szükség országosan és itt helyben is. Lokálpatriótaként ezért akar dolgozni, közéleti szereplőként ezért akar tenni, és ha megválasztják, az együttműködés megteremtésére fog törekedni. Bízik abban, hogy a változással elérhető lesz a béke, a kiszámítható fejlődés és a boldogabb élet. Dr. Tóth Bertalan 1975. november 10-én született Pécsett. 2000-ben jogász, 2003-ban európai jogi szakjogász, 2004-ben jogi szakvizsgát tett. 2013-ban közgazdász diplomát szerzett. 1992 óta tagja a Magyar Szocialista Pártnak, 2012-2014 között az MSZP országos elnökségi tagjának választották, 2014-től országgyűlési képviselő, az MSZP országgyűlési képviselőcsoportjának frakcióvezető helyettese, a Törvényalkotási Bizottság tagja, 2016-tól az MSZP frakcióvezetője, 2018-tól a pártelnöke. Köszöntöm a stúdióban dr. Kertész Ottót, az Egységben Magyarországért jászsági jelöltjét, és dr. Tóth Bertalant, az MSZP társelnökét. Az első kérdésem az lenne ebben a műsorban, hogy az Emelkedő Magyarország programjában a jogszerűség helyreállítása, az elmúlt 12 év bűneinek felderítése, igazságos társadalom, európai élet, közösnek érzett haza megteremtése fogalmazódik meg első programpontként, egyfajta bevezetőként. Miért ezt érezték a legfontosabbnak? A jogállam helyreállítása nagyon sok ember számára a mindennapokban nem feltétlenül érzékelhető, de egyetlen egy példát hadd emeljek ki. 15 ezer milliárd forintnyi Európai Uniós támogatást nem kap meg Magyarország, mert nincs jogállam, és ellopják az uniós pénzeket. Éppen ezért a legfontosabb első teendőnk a jogállam helyreállítása, a korrupció felszámolása, ebben az esetben Magyarország hozzájut az Európai Uniós támogatásokhoz, amelyek nagyon-nagyon fontosak, mert ha nincsenek EU-s támogatások, akkor nem növekszik a gazdaság, akkor nem lesz több munkahely, az emberek megélhetése veszélybe kerül. Tehát ezért az első számú feladatunk a jogállam helyreállítása. Érdekes kérdés lehet az, hogy vajon ebben a nagy általános rendszerben milyen feladata lehet a helyi képviselőknek, a körzet képviselőinek? Mindenképpen alapvetőnek tartom, hogy a nagy jogállam helyreállításán belül a térség, tehát itt adott esetben minket ugye a Jászságot érint, visszaadni a településeknek, az önkormányzatoknak azokat a jogosítványokat, amit az elmúlt 12 évben szépen lefaragtak, elvettek, és nem csak a jogosítványokat, hanem az ahhoz társítható egyéb kellékeket, tehát a pénzügyi lehetőségeket, és itt kapcsolódok társelnök úrnak ahhoz a mondatához, hogy az Európai Uniós pénzek például, hiszen ha április 3-án nyerünk, akkor én úgy érzem, nyílik meg annak a lehetősége, hogy ezek a pénzek akár adott esetben közvetlen az önkormányzatokhoz is, tehát pályázhatóak legyenek a pénzek az önkormányzatok részéről is, és kaphassanak ténylegesen olyan lehetőségeket, hogy ők dönthessék el, hogy egy adott településen például mire tudják fordítani, mit akarnak fejleszteni. Ebben a vonatkozásban megjelenik az, hogy új alkotmányt szeretnének létrehozni. Független igazságszolgáltatás, korrupcióellenes ügyészség, önkormányzatiság, és ebben a jogállamról szóló részben benne van az, hogy valódi közszolgálati média is legyen az országban. Milyen problémát látnak a most meglévő rendszerekkel, illetve a nagy rendszerek átalakításához általában nagy szükség volna a kétharmados többség megszerzésére. Milyen esélye van ennek, és ha ez nincs meg, akkor mit fog tenni a pártszövetség győzelem esetén?
Magyarország egyik legfontosabb törvénye a költségvetési törvény. Ugye ebben határozzák meg az országgyűlési képviselők, hogy a közös tortából, ugye az emberek, amit befizetnek adót, abból mire és hogyan használ föl és költ el a magyar állam. Mi el fogjuk zárni a pénzcsapokat, mert a költségvetés csak elegendő, a feles törvény, nem kell hozzá kétharmad. Tehát minden olyan forrást, amiben látható a Fidesz érdekeltség, az oligarchák érdekeltsége, mi ezeket a finanszírozásokat be fogjuk fejezni, tehát ez nem szükséges kétharmados felhatalmazás. Ami nagyon-nagyon fontos valóban, hogy azok az akadályok, ugye az elmúlt 12 évben, amelyek miatt most nem jutunk hozzá az uniós forrásokhoz, amit az elmúlt 12 éve fölépítettek, azok is pillanatok alatt lebonthatók, például a közbeszerzési törvénynek az azonnali módosításával, ahhoz sem kell kétharmados többség, de természetesen nagyon komoly jogász csapat dolgozik azon, hogy megteremtse a kormányzat mozgásterét a következő ciklusban. Még akkor is, ha nincs kétharmad, mert amit itt elmondott, azt egyértelmű költségvetési törvény, feles törvények, általában pénzekkel, költségvetéssel foglalkozó jogszabályokhoz nem kell kétharmad. Viszont, hogyha egy új alkotmányt szeretnének létrehozni, ahhoz azért ez szükség volna. Tehát akkor ezt a programnak ezt az elemét háttérbe szorítják, vagy más megoldást találnak? Volt már Magyarországon arra példa, főleg ugye a Horn kormány alatt, akkor megvolt a kétharmad, mégsem vágott bele az alkotmányozásba az országgyűlés, mert társadalmi párbeszédet indított, és szerette volna, hogy a parlament legszélesebb köre támogatna az alaptörvényt. Mi el fogjuk kezdeni ezt a folyamatot, olyan javaslatokat fogunk tenni, amelyet meg fogunk vitatni a választópolgárokkal, választópolgárok véleményét pedig nyilván a majd akkor ellenzékben lévő Fidesznek is figyelembe kell vennie. Tehát bízunk benne, hogy össze tudunk hozni egy olyan új alkotmányt, amely a teljes társadalmi konszenzust jelent és a teljes társadalmi támogatottságot. Befektetése jövőbe egy olyan nagy eleme a pártszövetség programjának, ami akár a mindennapokban ma is látható közoktatás mindennapos téma, illetve a közoktatás problémája. Milyen irányba lépnének el ezzel kapcsolatban? Legfontosabbnak azt tartom, hogy mindent az alapoknak kell elindítani, és az alapok alatt én ezt azt értem, hogy az oktatásnak a legalsó szintje, tehát akár már az óvoda, a pedagógusoknak mindenképpen a bérrendezése, és azért mondtam az óvodát, mert az óvoda pedagógusokkal kell kezdeni, és így szépen följebb. Ön is emlékszik, hogy régebben hogy hívták a pedagógusokat? A nemzet napszámosai. Ma el lehet mondani, és jogos a mostani kiállásuk, hogy a nemzet koldusai szinte. Tehát meg kell teremteni, és erre megvan a lehetőség a részben, mármint nem a lehetőség részben, hanem a feladatra mondom, a pedagógus béreknek a rendezését. Meg kell teremteni azon belül például területeknél függően. Vannak elmaradottabb területek, vannak olyan területek, ahol a pedagógusok sokkal nehezebb körülmények között dolgoznak, akkor ott kiemelt fizetés, tehát plusz, mintha azt mondanám, hogy egy ügyeleti rendszer 50%-os növekedést kell mellé tenni. Ez nagyon lényeges. Kettő. Általános iskolai szinten mindenképpen be kell vezetni egy alapozó plusz egy osztály, tehát úgymond mondhatnám, hogy a nulladikat is, mert ahhoz, hogy fejlődjünk, ahhoz egyértelműen, és ez most nem frázispuffogtatás, nem betonba, nem stadionba kell a pénzt beletömni, hanem egy keményebb, a koponyacsonton belüli területre, és ezt csak úgy lehet elérni, hogy ha az általános iskolából már olyan gyerekek kerülnek ki a középiskolába, legyen az gimnázium vagy szakképző terület, ahol megállják a helyüket, és nem úgy, mint most, ahol azt tapasztalom, és pedagógusok is sajnos ezt visszaigazolják, hogy úgy megy középiskolára, hogy gyakorlatilag némelyik írni, meg olvasni sem tud rendesen, és ezt visszaigazolják a nemzetközi tapasztalatok, fölmérések is, hogy a magyar tanulóknak az átlagos ismerete az nem előre ment. 50%-os béremelést ígérnek.
ciklusra lebontva a pedagógusoknak. Ez, hogyha jól megnézzük, 4 évre lebontva, alig több 10%-nál, ilyen magas infláció mellett elég vonzó ígéret lehet ez? Nyilván a pedagógusok megfogalmazták azokat a követeléseket, amelyek miatt most polgári engedetlenség keretében kell, hogy sztrájkoljanak, mert ugye a Fidesz megtiltotta pedagógusoknak, hogy sztrájkoljanak. Ezeket a követeléseket figyelembe kell venni. Azt fogjuk tenni, hogy azonnal párbeszédet kezdeményezünk a pedagógus szakszervezetekkel, szülői érdekképviseleti szervezetekkel, mert nem csak a béremeléssel van probléma. Ugye itt a tanszabadság felszámolása is, ami megtörtént, hogy egyszerűen a nemzeti alaptanterv keretében csak arról beszélhetnek, amit a Fidesz elrendel az iskolákban. Iszonyatos adminisztrációs terhet róttak a pedagógusokra, sokkal nagyobb óraszámban kell ugyanazért a fizetésért dolgozniuk, mint korábban, tehát ezen is változtatni kell. És ami a legfontosabb, hogy azoknál az önkormányzatoknál, amelyek meg tudják tenni, akár itt Jászberényben is, vagy más ebben a választókerületben lévő településen, hogy a saját kezükbe veszik az oktatásukat, visszakapják az iskolájukat. Mi szeretnénk visszaadni az önkormányzatoknak az iskolákat, ha fent tudják tartani, mert mindig egy helyi közösség tudja legjobban megszervezni a legalapvetőbb szolgáltatást, mint például az oktatás. A béremelési javaslat szerepel ebben a programban. Nyilván az, hogy milyen inflációs kilátások vannak, a háború teljesen fölborította ezt a folyamatot, könnyen elképzelhető, hogy a pedagógus szakszervezetekkel, a tanárokkal magasabb béremelésbe fogunk majd megállapodni. Na most akkor ezek szerint nem csak gazdasági, tehát pénzügyi, hanem az ellátórendszernek, nagy ellátórendszernek az átalakítása is terve van véve, akár itt az oktatásnál, de ahogy láttam a programban, az egészségügyinél is. Most a nagy ellátórendszerek reformját, átalakítását nagyon sok kormány megígérte, de alig-alig történt, vagy történhetett valami. Mitől lesz ez most másként? Én ragaszkodom mindig ahhoz a mondathoz, hogy az egészségügy átalakítása kapcsán mindig figyelembe fogjuk venni a szakma javaslatait. A Magyar Orvosi Kamara igen részletesen kifejtette az álláspontját a mostani egészségügyi törvénnyel kapcsolatban, amit a Fidesz meghozott, de sajnos nem vették figyelemmel minden esetben az ő javaslataikat. Gondolk itt a szolgálati jogviszonyra, a kirendelés idejére, a béren kívüli juttatások rendszerére, ez ami az orvosokat illeti. De amit látunk, hogy az ápolók, a szakszemélyzet, viszont az ő bérük nem került rendezésre. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy az az óriási nagy bérfeszültség, ami kialakult az egészségügyben, az szűnjön meg. Mi a kórházi főigazgatóságot szeretnénk megszüntetni, szeretnénk önálló egészségügyi minisztériumot. Milyen ország az, ahol a belügyminiszter, a rendőrséget felügyelő miniszter, aki ugye korábban rendőrfőkapitánként is dolgozott, de ő irányítja a magyar egészségügyi ellátórendszert, tehát a világ nem látott még ilyet. Szeretnénk egy önálló egészségügyi minisztériumot, és sokkal több forrást kell az egészségügybe betolni. Ugye azt nézzük, hogy a gazdasági kibocsátás arányában mennyit kapott az egészségügy, sokkal kevesebb, mint akár a visegrádi országoknál, tehát ők is többet költenek az egészségügyre. Ugye most javította ezt a számot a lélegeztetőgép beszerzés, amik nagy része még mindig raktárban van, illetve használhatatlan. Ugye ezért növekedett meg most ez az arány, de sajnos effektíve sokkal kevesebb pénzt költött ez a kormányzat az egészségügyi ellátásra, és nem volt véletlen, hogy ezt tette. Azért tette, hogy az emberek rákényszerüljenek, hogy elmenjenek a magánellátásba. Aki ezt meg tudja fizetni, ma már inkább azt az utat választja, holott fizeti ugyanúgy a járulékot. Mi azt szeretnénk, hogy állami egészségügyi rendszerben is megkapják az ellátást, és megkapják a szolgáltatást a magyar emberek, éppen ezért sokkal több pénzt kell erre biztosítani, lerövidíteni a várólistákat, és emelni az egészségügyi ellátás színvonalát, és a szakszemélyzetnek, az ápolóknak pedig emelni kell a bérét. Mindezek mellett ugye nagyon fontos az, hogy helyi szinten ehhez hogyan kapcsolódhatnak az alapellátás rendszerei, hogyan kapcsolódhat mondjuk például egy vidéki kórház, vagy a házi orvosok. Mi lesz a helyzet ez ügyben? Nagyon nagy átalakítandó, sok feladat van itt is. Kezdem azzal, hogy legjobb információm szerint csak Szolnok megyében körülbelül közel 50 házi orvosi körzet üres. Itt, a mi választókerületünkben is, szinte alig van olyan település, ahol mindenütt be van töltve a teljes házi orvosi létszám. Tudok olyan településről, ahol hosszú ideje csak
félállásban, félidőben helyettesítő orvosi árát a faluba, pedig nemrég adták át az új felújított egészségügyi intézményt, csak nincs kihasználva. Tehát kezdés, az alapellátási szintet kell normalizálni. Ebbe beleértem a házi orvosokat is, beleértem az alap a fogorvosi ellátást is. Most nem megyek bele az én szakmámban, mert az nem pont kétlábú egészségügy, de az állategészségügyi területen is vannak komoly elképzeléseim. És maradjunk például a járságban, egyárási székhely Jászberény van szakorvosi ellátási lehetőség, van még egyárási székhelyünk, nincs szakorvosi ellátási lehetőség. Hogy lehet ezeket alapszinten megteremteni? Önkormányzatoknak meg kell teremteni azokat a lehetőségeket, amelyekkel szolgálati lakásokat, tehát szolgálati lakás, bérlakás program. És ez a biztosíték annak többek között, hogy orvosokat és az orvosokhoz tartozó személyzetet le lehessen telepíteni és javítani az ellátást. Kórház csak egy nagyon kicsit. A várólisták. Ma egy szakorvosi ellátáshoz, hogy valaki bemenjen, időt kell kérni, és sokszor heteket kell várni. Egy adott esetben egy bizonyos betegségnél ez már olyan előrehaladottsági stádiumot érhet el, hogy már a beteg életéről van szó. Másik, úgy és olyan beosztásokat csinálni, amit a mai létszámhiány miatt nem tudnak megcsinálni, és én most kalapot emelek a mai egészségügyben dolgozók előtt, hiszen piszokul leterheltek. Tehát ilyen fáradtsági szinttel nem lehet jó ellátást biztosítani, akár az orvosról beszélek, akár az ápolónőről. És evidens, hogy egy ilyen kórház, mint mondjuk Jászberény, ahol már úgy tudom például, hogy a gazdasági rész nem is tartozik Jászberényi kórházhoz, hanem talán már a Szolnoki Hetényihez, hogy egy ilyen kórháznak a kistérséghez kell tartoznia, a kistérségnek kell a finanszírozását alapszinten biztosítani, hiszen innen lát el betegeket. Az, hogy most milyen osztályok és hol mik maradhatnak meg, ez természetesen már szervezeti kérdés is. Egy Jászberényi, egy vidéki kórháznak nem biztos, hogy gerincscentrumot kell csinálni, mert nem az a feladata. De az alapellátó részeket, azokat igenis működtetni kell, hiszen szülni itt is szülnek, és reméljük, hogy egyre többen, és az is nonsens, hogy mondjuk 4 óra után majd csak a távolabb levő kórházba lehet elmenni szülni. Na most, ami itt elhangzott, ahhoz is nagyon fontos az anyagi háttér megteremtése. Ugyanúgy fontos az anyagi háttér megteremtése a szociális gondoskodást jelentő programpontokhoz. Minimális létfeltételek biztos, tehát a minimum létfeltételek biztosítása, garantált nyugdíj kifizetése, 13. havi nyugdíj, tehát rengeteg olyan programpont van, ami önmagában is rengeteg pénzt igényel. Most korábban szót ejtettünk róla, hogy az a nehéz gazdasági helyzet van jelenleg is az országban. Hogyan lesz erre pénz? Hogyan teremtik meg erre a forrást? Miből lesz ehhez anyagi lehetőség? Biztos nem lesz annyi államtitkár a következő kormányban, mint a mostani kormányzatban. Az államra fordított arány a költségvetésben évről évre növekszik. Tehát iszonyatosan sok pénzt elkölt a magyar állam, a Fidesz a költségvetésbe arra, hogy magát az államot finanszírozza. Ugye nagyon sok olyan intézmény van, szervezet van, ami kifizető helyei a Fidesznek, és most nem csak állami intézményre gondolok, de ugye ott van egy csomó alapítvány, egy csomó olyan költségoldal, ami teljesen felesleges, és azonnal lehet költséget megtakarítani. Felül kell vizsgálni az állami beruházásoknak a rendszerét is, mondok itt a stadionépítéstől kezdve sok-sok olyan, amit a képviselőjelölt úr is mondott, a betonba öntött rengeteg hazai forrás, most nem az uniós forrásról beszélek. Tehát ennek az átcsoportosításával már nagyon sok forrást föl lehet szabadítani. De mondok egy példát, ugye ott vannak a Magyarországon működő multinacionális vállalatok, amelyek hát Európában talán a legalacsonyabb nyereségadót fizetik be, miközben minden évben olvashatjuk, hogy 7-800 milliárd forintot visz ki egy ilyen cég, egyetlen egy cég, tehát több 1000 milliárd forintnyi nyereséget termelnek Magyarországon. Nem szeretném azt, hogy multiellenes lenne ez a program, de biztos, hogy át kell alakítani, mert a nagy nyereséget termelő nemzetközi vállalatoknak nagyobb
terhet kell vállalni, tehát jobban ki kell venni a részüket abban, hogy például a magyar munkavállalók egészségesek legyenek. Hogy a magyar munkavállalók olyan oktatást, képzést kapjak, ami a multicégnek is fontos. Tehát lehet erre külön programokat elindítani. Hozzányúlnának az adórendszer egészéhez, hozzányúlnának az adóztatás egészéhez? Hogyan lehetne mindezt a mindennapokra lefordítani? Tehát mi az, ami legfontosabb ebben a kérdésben? A személyi jövedelemadóhoz nem kívánunk hozzányúlni, ott egy olyan adójóváírási rendszert szeretnénk bevezetni, amelyre volt már példa Magyarországon, a medián bérig szeretnénk adójóváírást adni a munkavállalók számára, úgy, hogy a minimálbér ebből ezzel az adójóváírással adómentessé váljon. Úgy szeretnénk növelni a minimálbér nettó összegét, hogy az ne rójon terhet a magyar kis- és középvállalkozásoknak, de ez évi 300 ezer, de havi 25-30 ezer forint pluszt jövedelmet is jelent a legkevesebbet keresők számára, de az a személyjövedelemadó más tekintetben hoz nem nyúlnánk. Amit említettem, ugye az a vállalati nyereségadó, ott meg fogjuk vizsgálni, hogy a nagy multi cégek, amelyek iszonyatos nyereséget hordnak ki, hogy ott méltányos-e a 9%-os nyereségadó, de nyilván ebben is konzultálni szeretnénk, hiszen számunkra a társadalmi párbeszéd az alapvető, tehát a munkavállalói munkáltatói oldala helyre akarjuk állítani azt az érdekegyeztetési mechanizmust, amelyet teljesen felszámolt a Fidesz az elmúlt 12 évben. Itt az országos program gazdasági elemeihez helyszinten hogyan járulhat hozzá egy képviselő, mi az, amit ebben az esetben képviselnie kell, akár fejlesztések, akár a leszakadó régiók támogatása, bármi hasonló területen, hogyan járul ehhez hozzá? Azt kell, hogy mondjam, hogy a járság bizonyos értelemben jó pozícióban is van, de ha megnézzük a járságnak a alsó-felső jársági részét, a felső járság előnyösebb helyzetben van jelen pillanatban, az alsó járság lemaradottabb, és az előző 12 év ezen túlságosan sokat nem tudott hozni. Mindenképpen egy igazságosabb pályázati rendszernek az érvényesülését itt is. Támogatni a kisgazdaságokat. Az Alföld és ezen belül mi egész jó iparosodással vagyunk itt már megáldva, de a mezőgazdasági lehetőségeinket és kisgazdasági szinten, mondjuk egy 50 hektár alatti területnek a támogatásával meg kell adni a helybe a termelés, a feldolgozás, az előállítás, gyártás lehetőségeit is például, akár kistermelői szinten. Én, mint volt hatósági állatorvos, tudom, hogy a mai állatorvosi hatósági rendszer is tudja azt, hogy a kistermelők olyan minőséget tudjanak előállítani kontrollálva, amelyekkel a helyi kis terület ellátását, élelmiszer ellátását jó minőségben biztosítani lehet. És még egy, amiről azért én szeretném meggyőzni az itt lakókat. Ha megtörténik az, amiben mi gondolkodunk, akkor az tuti, hogy a következő parlamenti ciklusban is még inkább a járság megkaphatja azokat a pályázati pénzeket, amit eddig is megkap, de egy különbözőséggel, hogy nem én fogom hozni, hanem én csak segítője vagyok annak, hogy amit ők megpályáznak, és egy igazságosabb elosztással ténylegesen meg is kapják. Csak azért most egy kicsit hagy kanyarodjak el. Én nagyon furcsálom azt is, amikor én magam részéről tartom kötelezőnek biztos a továbbiakban is, hogy az eredményeket valósan taglalom. Nem olyan régen kaptam olyan információt, hogy például megjelent egy újság, és ez engem személyesen is érint, azért vagyok kénytelen elmondani, bár nem a kérdéssel függ szorosan össze, hiszen a Járság Népi Együttes Folklor Közalapítvány kuratórium elnöke vagyok, és megjelent egy olyan kiadvány, amiben az szerepel, hogy 2022. január óta a Járság Népi Együttes már úgymond profi államilag támogatott együttes. Ez nem így van. Elindultak a tárgyalások, de a Járság Népi Együttes még a Jászberényi, nagyobb részt a Jászberényi önkormányzat támogatásával és egyéb pályázatokból tartja fönn magát. Mi még nem vagyunk profi együttes, mint az Állami Népi Együttes. Vagy példának okáért csak egy másik szintén fölhívott egy ismerősöm, hogy
van olyan település, ahol azt írták, hogy 2 milliárd forintból csináltak kerékpárutakat. Még el se kezdték. Tehát én egyet teszek magam részére kötelezőnek, hogy csak a valódit, és csak arról adjak tájékoztatást, amiben ténylegesen segíteni tudok, és így tudom előre juttatni a járságot, és így tudom azt megígérni, hogy ténylegesen a járság a következő 4 évben ugyanígy vagy még nagyobb intenzitással fejlődhet. Na most az elmúlt percekben itt helyi szintű támogatásokról, támogatási lehetőségekről is beszéltünk, illetve az elmúlt évekről. Elszaladt az idő, de azt még mindenképpen szeretném megkérdezni, hogy az elmúlt hetek eseményei kapcsán a biztonság kérdése, akár a külbiztonság, akár a belbiztonság, akár az energia biztonság kérdése hatványozottan jelenik meg Magyarországon is. Ez ügyben hosszú távú programokat kidolgoztak, hosszú távú lehetőségeket az választók elé tártak. Mi az, amit mindenképpen meg kell tenni ezen a területen? Külbiztonság, belbiztonság, energiabiztonság és energiahatékonyság. Nagy téma, de azért fontos ezekről szólni. Igyekszem teljesen leegyszerűsíteni. A fizikai biztonságát a magyar embereknek a NATO garantálja. Honvédelmi miniszter maga ismerte, hogy a magyar hadsereg nem tudja megvédeni a magyar embereket, csak a NATO szövetségesekkel együtt. Mi elkötelezett tagjai szeretnénk lenni a NATO-nak, nem gátló tagjai. A megélhetési biztonságot, ahogy említettem, az a sok 1000 milliárd forintnyi Európai Uniós támogatás biztosítja, ezért mi teljes jogú, együttműködő tagjai szeretnénk lenni az Európai Uniónak, ahol jogállam van, és nincs korrupció, hogy hozzá tudjunk férni ezekhez a forrásokhoz. Tehát a fizikai biztonság, megélhetési biztonság a NATO és az Európai Uniós tagságunkkal biztosítható. Ami az energiaellátást illeti, a Fidesz kormányzat teljes függőségbe taszította Magyarországot, mind a gázellátás tekintetében, a villamosenergia tekintetében és Paks 2 tekintetében, orosz függőségben van ma Magyarország. Hiába hirdette meg 2010-ben Orbán Viktor, hogy független lenni akar Oroszországtól, még mélyebbre fonta ezeket a szálakat. Mi az Európai Unióval közösen szeretnénk ezt az energiafüggőséget mérsékelni, nem fog egyik napra a másikra menni, szükségünk van az orosz gázra, de már a Rosszatom által megépítendő új atomerőművi blokkoknál ott ezt felül kell vizsgálni, ezt a szerződést. Paks 1 az működik, és ahogy említettem, az Unióval ebben is közösen, de hosszú távon függetlenné kell tenni magunkat az orosz energiától, mert sajnos látjuk, hogy Oroszország mire képes, és hogyan tartja sakban, vagy hogyan próbálja sakban tartani Európát, és sajnos Magyarországot is. Elszaladt az időnk, viszont egy mondatos, néhány mondatos zárszóra még felkérném, miért ajánlja a választópolgárok figyelmébe a járság jelöltjét. Kertész Ottóban egy egészen elkötelezett jársági embert ismertem meg, hiszen ide köti az állatorvosi praxis a kulturális civil tevékenysége, meggyőződéssel fogja képviselni az itt élők érdekeit a parlamentben, és számíthat a mi támogatásunkra is. És képviselőként, képviselőjelöltként mit ajánl a választóknak? Mit vagy kit? Én hagyd mondjam azt, hogy a tanításban a legmagasabb tudást jelző legmagasabb osztályzat, az az 5-ös. És hát az egyéni szavazólapon is figyeljék az 5-öst. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy befáradtak. Köszönjük szépen. Köszönöm nézőink figyelmét, ez volt a Választás 2022, a Jársági Térségi TV választási műsora. Ezt az adást és televíziónk egyéb műsorait is megtekinthetik az interneten, a jttv.hu oldalon, valamint Facebook és YouTube csatornáinkon. Viszontlátásra!